Tovább keresik a Kolozs megyei válaszúti Bánfi-kastély felújítóját. A felújítást támogató uniós projektekre vonatkozó szerződést a Kolozs megyei tanács tavaly írta alá, és legkésőbb 2023-ig kell befejezni a felújítást. A Kolozs megyei tanács kétszer írt ki a válaszúti Bánfi-kastély felújítási munkálataira vonatkozó közbeszerzési pályázatot, sajnos vállalkozó még nem jelentkezett. A pályázatot hamarosan újra meghirdetik, de a következő időszakban a tervek újraszámítása következik, mondja Vákár István alelnök. Nőttek az árak, nőtt a valuta értéke, nőtt minden, és elég valószínű, hogy 17-én, amikor tanácsülésünk lesz, újból el tudunk fogadni egy nagyobb önrészvállalást, amit a megyei tanács fog kifizetni. Ennek alapján egy nagyobb értékért fogjuk kiírni a tendert. A jelenlegi kiírás 20 millió lej körül van, tette hozzá. A következő kiírás számítások szerint 3-4 millióval több lesz. Az Európai Unió 168 millió eurót fordított az erdélyi magyar épített örökség felújítására. A templomok, iskolák és kastélyok megújulására önkormányzatok és egyházak pályáztak. Na most ennek a szerepe sokkal nagyobb, mint egyszerűen csak a felújítás. Itt arról van szó, hogy visszaadni a hitét az embereknek, hogy itt egy nagyon komoly, erős erdély magyar közösség él, aki tud vigyázni az értékeire, de ezentúl nyilván a kulturális turizmusnak köszönhetően munkahelyeket is teremtünk, és piacot is teremtünk a helyi értékeknek, helyi termékeknek. Tehát nagyon fontos az, hogy ezeket az épületeket felújítsuk, nem csak azért, mert tiszteljük a múltat, hanem azért is, mert építjük a jövőt. A neoreneszánsz berendezéssel rendelkező válaszúti Bánfi-kastélyt a Kolozs megyei önkormányzat teljesen felújítaná, restaurálná és konzerválná, majd benne önálló kulturális intézményt működtetne. Az önkormányzataik azok az intézmények, amelyek hatékonyan tudnak uniós forrásokból gazdálkodni, éppen ezért javasoltuk azt, hogy Románia költségvetési időszak hátralévő részére csoportosítsa át a le nem hívott összegeket az önkormányzatok számára. Így akár olyan projektek és olyan épített örökségeink is felújulhatnak, mint a válaszúti Bánfi-kastély. A Kolozsvártól 26 kilométerre található válaszúti kastély, ahol Vas Albert erdélyi író született, látogathatóvá válna a turisták számára, de nem csak múzeumként, hanem kulturális központként üzemelne, koncert és kiállító terem lenne benne. Ugyanakkor workshopok, konferenciák helyszínéül is szolgálna a tágas udvarral és értékes parkkal rendelkező műemlék.